Szép jó reggelt kívánunk mindenkinek, szevasztok, itt vagyunk Falaki Szabival. És Nisztor Vendegúzzal. Valamint vendégünkkel, dr. Bíró Szabolcsal, vegyészmérnökkel, a vitaminiparnak az írójával. Jó reggelt, szia Szabolcs. Szép jó reggelt, sziasztok. Hát jó, jó reggeleket, igen, ezt tudjuk kívánni mindenkinek, mert hát itt egy nagyon érdekes témába fogunk most belevágni. A vitaminipar ugye már önmagában a cím is szerintem eléggé, hát sok kérdést vett fel, mert hogy a vitaminipar ugye már önmagában nekem ez a kifejezés, hogy abból ipart kell, ipar lett abból, hogy vitaminokat gyártunk, és ugye te éppen erre próbálod talán ezzel a könyvvel is felhívni a figyelmet, hogy hát talán A-vitamin és A-vitamin között mondjuk van különbség bőven. De kérlek, mondd el nekem az alapkoncepciót, hogy mi volt ennek az indítatása. Ugye az alapjában véve azt hiszem, hogy az tök jó, hogy tömegtermelésben, tehát ipari körülmények között tudunk relatíve olcsón különböző vitaminokat, ásványanyagokat és nyomelemeket gyártani, hiszen a természetes táplálékunkban ezeknek a mikrotápanyagoknak a koncentrációja olyannyira lecsökkent a különböző gyakorlatilag hozam maximalizálási mezőgazdasági folyamatok véget, hogy az esetek egy jelentős részében igen szükség van kiegészítésre. A dolgok nehézsége, és erre utal igazából a könyvnek a címe, hogy óriási minőségkülönbségek vannak, mert hogy egy-egy vitaminnak a neve amolyan gyűjtő névként üzemel. Tehát mondjuk E-vitaminból 15 fajtát lehet mondani, mindegyikre azt használjuk, hogy E-vitamin, de magába foglal a legalja az egy kőszínkátrány alapon előállított szintetikus E-vitamin forma, amit imádnak a gyártók, mert rendkívül olcsó, és technológiailag könnyű vele együtt dolgozni, mert nem hőérzékeny, míg a másik oldalon vannak mondjuk a úgynevezett kevert tokoferolok vagy tokotrienolok, tudom, hogy csúnyán hangzik, de ezek nagyon-nagyon jó védőhatással rendelkeznek a szervezetünket illetően. Ezek rendkívül drágák, tehát a címkére, ha csak az kerül fel, hogy E-vitamin, és amúgy is van egy csomó idegen kifejezés, akkor a fogyasztó nem fogja nézni, és nyilván első körben annak fog bizalmat szavazni, amelyik olcsóbb. Igen ám, de számára az esetek többségében nem az a jó. És erre utal a vitaminipar könyvnek a címe, hogy mindenki vállaljon felelősséget a saját egészségért, és egy kicsit nézzen a dolgok mögé. Ez egy nagyon jó irány, és vissza is fogunk térni ennek a részleteire, de én azt szeretném, hogy lépjünk egy jó nagyot vissza. Odáig, hogy nekem azért vannak olyan ismerőseim, bár hát ezek után lehet, hogy nem lesznek olyan jó barátaim, akik azt mondják, hogy még arra sincs szükség, hogy vitaminokat pótoljunk. Azért akkor ez, ahogy te is mondtad, kijelenthető, hogy ahhoz, hogy bevigyünk megfelelő mennyiségű mindenféle eszenciális vitamint, ami nekünk fontos, és hát mondjuk akár vízben, akár zsírban oldódó, de kell főleg a vízben oldódóknál ugye újra és újra bevinni, ezt nem tudjuk csak a táplálékkal. Az azért kijelenthető, ugye? Tehát én úgy szoktam fogalmazni, hogy minden megoldható, ha. Tehát valaki a nyugati civilizációtól nagyon messze lakik, mondjuk Szibéria közepén, nem éri elég stressz, vagy hát nagyon minimális stressz éri, megfelelő minőségű az alvása, és ezeket gyakorlatilag, ami óriási problémát okoz a szervezetünknek, és evolúciós szinten nem vagyunk erre felkészítve, az a toxin terhelés. És azért kell rendkívül sok mikrotápanyagot bevinnünk, hogy ezeket a toxinokat valahogy kivezessük, mert ugye evolúciós szinten addig nem működik jól a szervezetünk, amíg toxin terhelés alatt van. Na most ez mit jelent? Mondok egy gyakorlati példát. Toxin. Oké, mondok egy gyakorlati példát. A mezőgazdaságban használt mindenféle rovarirtószertől kezdve a műanyagipari adalékokig, mondok egy nagyon konkrétat. A műanyag palackokban van egy anyag, amit egy műanyagipari adalék, az a neve, hogy bisphenol A, BPA, ez a rövidítés, és sokszor így van rajta a különböző címkéken is. Ennek az a lényege, hogy ez a szervezetünkbe bejutva, ez úgynevezett hormonmodulánsként működik, és ösztrogén hormont utánoz. Ezáltal felborítja az ösztrogén-progeszteron egyensúlyt. Erre az okosok egy része azt szokta mondani, hogy ez nem probléma, hiszen csak 60 fok fölött oldódik be vízbe. Igen ám, de ha megnézzük mondjuk az ásványvizes palackok gyártás technológiáját, akkor ez a technológiai víz, amivel lehűtik a palackot, és egyébként nyáron amúgy is simán felmegy 60 fok fölé tárolás során, tehát simán beleoldódik ez a BPA a vízbe, és utána megérkeztünk a nőgyógyászati betegségeknek az előszobájába, meg a férfiaknál a prostata problémákhoz, mert hogy egyszerűen a szervezetünknek ki kellene vezetnie ezt az egészet.
vagy például egy, azt hiszem elég híres, a DDT nevű növényvédőszer, ami ugyan a 70-es évek óta tiltott Európában, viszont attól függetlenül gyártjuk, elvisszük Afrikába, ott felhasználjuk, és utána mi visszahozzuk a terményeket, és megesszük. Tehát, hogy ez egy csomó problémát okoz a szervezetünknek, és addig mondjuk például az emésztésünk nem működik jól, amíg a toxin terhelés nem tudja a szervezet minimalizálni. És erre nagyon-nagyon sok erőforrás megy el. Tehát összességében, hogyha azt kéne mondanom ilyen félig viccesen, hogyha valaki levegőt szív be, meg vizet iszik Európában, akkor annak muszáj valamivel kiegészíteni a táplálkozását. Igen. Azért hadd legyek most ilyen naív, és hadd kérdezzek vissza, de akkor miért használják az iparban ezeket, például a BPA-t, ugye ezt mondtad, olcsóság miatt? Vagy... Nem, mert hogy ezzel ugye a fogyasztói kényelem, meg az olcsó ár, abban az esetben, amikor mondjuk egy termelő cégről beszélünk, az felülír gyakorlatilag mindent. Ugye Nobel-díjjal jutalmazták Milton Friedmant, aki úgy fogalmazott, hogy the business of the business is the business, azaz, hogy a tőke célja a profit maximalizálás. Igen. Minden áron. És itt ez a probléma, hogy hát minden gyártónak a vérmérsékletére van bízva, hogy mit csinál. Hát igen. A profit valóban, igen, ugye a fogyasztói társadalom, szóval igen. fogyasszunk. Fú de, és ott itt felhők gyülekeznek most itt felettünk, úgy érzem. Még hát ezek itt vannak folyamatosan, igen. Csak ezek szerencsére néha süt a nap, és akkor nem veszük észre. De hát ugye belélegezzük, hogy minket a toxin terhelés, ugye? Ez én így szoktam használni. Igen. Viszont akkor felmerül bennem a kérdés, hát itt én vagyok az, aki laikusként áll hozzá a történet, hát hiszen én nem is. Tanultam ugye vegyész szakmás, szakmak, vagy hogy is, te mit tanultál? Hát én biokémiából szigoroltam, azért az messze van attól, hogy én gyakorlati következtetéseket levonjak, de talán egy picit értem a szavakat, amit osztálsz, az is jó. Szóval laikusként viszont akkor felmerül a kérdés, hogy oké, eljutottunk addig a kijelentésig, hogy itt nekünk európaiként a környezetből adódóan, az ételekből adódóan, amiket beviszünk a szervezetünkbe, na meg a levegő minőségéből adódóan, muszáj egyszerűen figyelünk arra, hogy a vitamin háztartásunkat akkor azt rendben tartsuk. De hogy kíváncsi lennék, hogy mik azok a vitaminok, és hogyan tudunk akkor arra figyelni, hogy akkor az tényleg rendben is legyen. Mert akkor ezek szerint ez hát igen erős összefüggésben van ezek szerint a hormonokkal. Mindennel összefüggésben van, mert hogy ezeket a mikrotápanyagokat, ugye a mikrotápanyag a vitaminok, az ásványi anyagok és a nyomelemek, ezeket használja a szervezetünk a különböző biokémiai folyamataihoz. A lényeg az, hogy a szervezet irányítottan szereti a dolgait csinálni, és ehhez kellenek ezek az anyagok, hogy a megfelelő enzimek jól működjenek, és azt a folyamatot tudják véghez vinni, amire a szervezetnek szüksége van. Tehát, hogyha például leég a bőrünk, akkor például egy új hámréteget kell kreálni, ehhez különböző enzimeket aktivál a szervezet, és az enzimek működéséhez kellenek a különböző mikrotápanyagok. Tehát így nagyon leegyszerűsítve, hogy körülbelül ez a helyzet. A lényeg a vitaminoknál egyébként az, hogy a vitaminoknak a célja a szervezetben, hogy különböző lépésekben eljusson egy aktív formává. És nagyon nem mindegy, hogy 6 lépésben kell eljutni az aktív formába, vagy már eleve az aktív formát adtam oda a szervezetemnek. És erre én megpróbálok egy példát mondani, mert ugye az könnyen érthető. A leggyakrabban használt B12 forma az egy ciánnal stabilizált, úgynevezett cianokobalamin. Én ezt egy rendkívül káros formának tartom, azért van egyébként a terméke 99%-ában, mert ez a legolcsóbb, és rendkívül stabil, tehát több évig el lehet tartani a polcokon. Hogyha ezt bevesszük bármilyen formában, kapszula, tabletta, folyadék, stb., akkor a szervezetnek a cián részt először le kell szednie, ehhez felhasznál aktív B2 vitamint, meg aktív B3 vitamint. Igen, ám csak, hogyha aktív B2 vitamin, már az is, annak is több lépésben kell aktivizálnódnia, amihez felhasznál cinket, magnéziumot. Tehát ezzel csak azt akarom mondani, hogy elég komplex a rendszer, és a végén nagyon sok B2, B3 vitamin, semlegesítenie kell a ciánt, azért, hogy előállítson egy úgynevezett metilkobalamin nevű molekulát. Ez az aktív. Viszont étrendkiegészítőből és multivitaminból metilkobalaminhoz is hozzájuttathatjuk a szervezetünket, csak az drágább lesz. De azért nem annyira megfizethetetlen, egyszerűen ez csak ugye a gyártók döntik el, hogy mit tesznek bele. Mi meg fogyasztóként jó lenne, hogyha odafigyelnénk, és annak
a saját egészségünknek szavaznánk gyakorlatilag bizalmat. Tehát a minőség az rendkívül fontos. Azokat a formákat érdemes előnyben részesíteni, amelyek aktívak, mert ezeket a szervezet közvetlenül fel tudja használni, és nem dolgoztatjuk fölöslegesen. Na de most ez egy fontos kérdés, mert én például nem egyszer vitába keveredtem ismerőseim barátaimmal ez ügyben, hogy mi a jó hozzáállás, hogyha szervezetünket akarjuk, jó karban tartani, olyan molekulákat, olyan anyagokat bevinni, amivel neki nincs dolga, hanem készen, aktív formába kapja meg, vagy inkább olyanokat, amivel van dolga, mert ezzel kvázi formában tartja magát, akár sejtszinten a szervezet. Ez egy jó kérdés, de két részre kell választani. Uh-huh. Tehát például olyan esetben, amikor mondjuk felborul, visszatérve a műanyagipari példára az ösztrogén-progeszteron egyensúly, akkor, hogyha folyamatosan valaki hormont ad magának, azért, hogy egyensúlyba tartsa ezt a két hormont, akkor a szervezet igen hozzászokik. De ez teljesen elkülönítendő, tehát a vitaminokat nem tudjuk szintetizálni, azokat kívülről esszük, kívülről juttatjuk be a szervezetünkbe. Tehát itt nem lustítjuk el, fogalmazzunk így csúnyán a szervezetünket, hanem a szervezetünk rendkívül hálás lesz. Tehát például egy analóg példa, hogyha betegek vagyunk, azért érdemes mézet enni, mert a mézben sokfajta cukor van, és nem tortúráztatjuk a szervezetet, hogy még különböző cukrokat szintetizáljon a működéshez. Tehát a vitaminoknál abszolút nincs szó arról, hogy hozzászokhatnánk. Rendkívül hálás lesz, de míg mondjuk egy hormon esetében, ott igen. Mert ott hozzászokik és ellustul. Tehát hogyha kortizolhormon, ugye az a stressz, hogyha azt juttatjuk, rendkívül jó gyulladáscsökkentő, de hogy a szervezet akkor elkényelmesedik, és akkor nem fogja termelni. Ez nem jó út. De a vitaminoknál határozottan ez a jó út. Bár itt félreértem lehet, de hogy hormont külsőleg bevinni a szervezetbe? Persze, hát vannak olyan állapotok, amikor ez a megoldás, sőt, egyébként van olyan, amikor annyira komoly egészségügyi probléma van, hogy ez az indokolt megoldás, de csak rövid ideig. De a lényeg... De hogy ezt csak orvos írhatja fel, tehát hogy gondolom azért, hogy laikusként nem tudom, de vén nélkül ilyen szerek nem... Dehogy nem. Igen. De hát itt már várral indítható rakétát is lehet. Azt a mindenit. Tehát, hogy minden van. Lényeg az, hogy legyünk észnél, és az egész monológnak az az igazi lényege, csak hogy a mikrotápanyagoknál szó sincs arról, hogy a szervezetet kikímélnénk, sőt, kifejezetten hálás lesz, mert nagyon sok esetben például, hogyha hiányzik egy nyomelem mondjuk, akkor nem tud ez az aktivációs lépés tovább menni, és egyszerűen megáll a folyamat. A szervezetnek ugye folyton priorizálnia kell, és priorizálhat, hogy mire használja a különböző erőforrásait. Ezért jó, hogyha ellátjuk őket. Akkor viszont kérlek, nyugtass meg ilyen szempontból, hogy van-e remény abból a szempontból, hogy a vitaminiparnak vannak olyan gyártói, akik még valóban jó minőségű. Egyértelmű, de ugye ez egy törpe kisebbség. Aha. És az embereknek, a fogyasztóknak egyszerűen rá kell jönniük arra, hogy nekik mi a jó, és azokat a gyártókat, illetve a termék a lényeg, azokat a termékeket vegyék meg, és azokat fogyasszák, ami számukra jó, amitől ők éreznek valamit. Tehát, hogyha valaki szed egy multivitamint folyamatosan egy éve, és még nem javult az alvás minősége, nem érez semmit, akkor el kéne gondolkodni, hogy ez nem ez a jó forma. Éppként, hogyha egyetlen egy támpontot adhatnék a multivitaminokat illetően, hogyha egy napi adag legalább nem 6-8 kapszula, inkább 8 plusz, akkor az egy rossz multivitamin. Mert hogy az én multivitamin definícióm, és akikkel én érintkezem, itt abszolút megegyezés van, hogy a multivitamin az, ami minden vitamint, ásványi anyagot és nyomelemet tartalmaz, amire szükségünk van. Ez azért érdekes, mert alapjában véve a multivitaminnak nincs definíciója. Tehát ha egy gyártó három legolcsóbb vitamint, mondjuk a C-t, a D-t, meg az A-vitamin beleteszi, akkor az már egy multivitamin. Az is multivitamin, ha beletesz két nyomelemet, de az is, hogyha hármat, tök mindegy, nincs definíciója. Mindenki annak hívja, aminek akarja. És itt jön egy ilyen verseny, hogy a fogyasztó kegyeiért, hogy legyen olcsó a fogyasztói ár, meg legyen kényelmes a használat. Mert értem, hogy 8 kapszulát bevenni az macera, de valójában ezeket jó esetben kúraszerűen szedjük. Tehát ezt nem kell folyamatosan szedni.
Csak hát értem, hogy ez gyártói kontraindikáltság, mert akkor kevesebbet fog belőle eladni. Tehát, hogy na. De milyen érdekes, mert akkor viszont itt maradjuk egy picit szerintem a multivitaminnál, hogy akkor ez egy, akkor ez gyakorlatilag a csimboraszúja annak, hogy akkor gyártás, olcsón legyártás és drágán eladás, hogy akkor itt is a fogyasztásra ugye hát sarkálják az embert, miközben akkor ezek szerint nincs, vagy nagyon kevés olyan multivitamin van, ami valóban tartalmazza mindazt a szükséges nyomelemet, vitamint és ásványi anyagot, amire a szervezetnek meg valóban szüksége lenne. Hogyha támpontokat kéne adnom, akkor azt mondanám, hogyha valaki nézze meg, hogy milyen multivitamin szed, és ha nincs benne magnézium, akkor az már eleve nem a legjobbat akarták neki. Napjainkban mindenki magnézium hiányos. Egyszerűen evolúciós szinten úgy vagyunk összerakva, hogyha stressz alatt vagyunk, a szervezet szándékosan kiüríti a magnézium készleteit. De igen ám, de evolúciós szinten el lehet egy medve elől futni, és utána feltöltjük a magnézium készleteket, de én azt szoktam mondani, hogy egy 30 éves banki hitel elől nem. Tehát ez egy folyamatos stressz forrás, ami folyamatosan leszívja a magnézium készletünket. De egy jó minőségű magnézium az legalább 3 kapszulát kitenne önmagában, ezért nem teszik bele a termékekbe. És egyébként meg mindenkit bátorítok, ez ilyen, nem tudom, hogy ez most vicces, vagy keserédes, vagy milyen, de hogy lépjen fel az alibaba.com oldalra, és írja be, hogy multivitamin és private label, ez a kulcsszó, és több száz találatot fog találni, ahol körülbelül ilyen 3-4-500 forintért megvehet bárki egy multivitamin, csak digitálisan kell elküldeni a címkét, utána a keleti gyártó megcsinál mindent. Persze nem kell, hogy összefüggés legyen a beltartalom meg a címke között, mert úgyse fog vizsgálni senki semmit, dehogy nem, és utána ez beérkezik Magyarországra, és hát én találtam meg olyan magyar gyártó termékét is, aminek megtaláltam az eredeti beszáll, vagy a gyártóját, és hát így mindenki szakértővé vált, mindenkinek van terméke, ezért rendkívül könnyen gyártható a multivitamin, de hogy ez egy nagyon kétélű fegyver az egészségünket, illetően az én véleményem szerint, mert a minőséget, illetően a legalja van mindig. Tehát... Hát több kérdés is felmerül, aztán még szerencsére van időnk majd kitárgyalgatni, de ez egyik legfontosabb legalábbis itt sorrendben, ami nekem eszembe jutott, hogyha azért nem azt mondjuk, hogy a vitaminokkal foglalkozó gyógyszeripari vállalatok, cégek, tehát ezeknek nem a 100%-a akar minél rosszabbat, minél drágábban eladni, hanem van azért köztük olyan, akinek abszolút, igen. Tényleg ki van tűzve az a zászlajára, hogy egy minőségi terméket adjon, és valószínűleg élek a gyanúperrel, ennek magasabb az ára, majd erre is kitérünk, hogy te mit gondolsz és mit látsz ez ügyben, de hogy milyen fegyverre lehet egy ilyen harcban, ami úgy gondolom, hogy eléggé eldől a tisztességtelenség felé egy olyan cégnek, aki meg tisztességes akar lenni, mert a másikra nem mondhatja, hogy rossz, mert hát egy komoly perek elé néz, gondolom, ilyen ügyében, meg azt sem mondhatja, hogy az enyém sokkal jobb, tehát, hogy mi segít a vásárlónak, hogy felismerje ezt az egész játékot? Ezt a vásárlónak el kell jutni, azt hiszem, addig, hogy neki kell felelősséget vállalni az egészségért, és ezt nem tudja átadni másnak. Tehát a tudatosság akkor. Igen, csak ez. Tehát, hogy a könyvemnek is ez az egyik mottója, hogy vállalj felelősséget az egészségedért. Ugye a felelősséget csak átvenni lehet, átadni nem, de hogy senki nem fogja átvenni ezt. Értem, hogy ez a könnyebb útvonal, hogy csak gyors bekapunk egy kapszulát, elhisszük valakinek, hogy az jó. De én azt szoktam mondani, hogy vannak módszerek, amikkel elég jól ki lehet szűrni. Mondok, ugye már volt szó itt erről a ciánnal stabilizált B12-ről, én azt szoktam mondani, hogy ha ilyet látsz a termékben, a multivitaminban például, akkor fuss. Tehát, hogy nem csak a terméket hagydott, hanem a céget is. Aki ilyet gyárt, az nem jót akar neked, ő másért működik. Vagy ugyanilyen a folsav. Ugye ezt szinte mindenki ismeri, de a szintetikus folsav az mindenkinek káros. Nincs olyan ember, akinek nem. Egyszerűen azért, mert az étrendünkből, ugye a folsav az a B9 vitamin, ennek a szintetikus formája, a természetes étrendünkből bekerülő B9 vitaminnak az átalakulását, ugye ez is különböző lépésekben alakul aktív formává, ezt elképesztő módon lelassítja már magát a felszívódást is, utána a sejtbe való bejutást, és utána az enzimeknek a működését is lelassítja. Rendkívül káros. És ehhez hozzáveszünk azt a sajátosságot, hogy a magyarok körülbelül 60%-ának, többek között nekem is, van egy genetikai mutációnk. Nekem például ezt az átalakítást végző utolsó enzim csak 30% hatékonysággal működik.
Ez azt jelenti a valóságban, hogy én kifejezetten nagy kockázatú vagyok a szív- és érrendszeri problémákra, cukorbetegségre, stb. De valójában, hogyha a B9-nek az aktív formáját szednénk, nem a szintetikus folsavat, akkor ezt kiküszöböltük, ezt a problémát. Csak az értelmezés véget, bocs, ezt honnan tudod, hogy neked ez nem olyan jól működik? Lenne erre vizsgálat? Erre van, én csináltam magamnak génvizsgálatot, ez egy nyálmintából elég könnyen megállapítható. Egyébként például onnan, hogyha valaki sportol, és az átlagnál sokkal jobban megizzad, az egy nagy indikátora annak, hogy neki problémája van ezzel az enzimmel. És az is például, hogyha valaki zöldleveles salátából eszik, tehát salátákat eszik, és jobban érzi utána magát tőle. Ez is egy nagyon jó indikátor, hogy neked problémád van, mert hogy a folátban a gazdag étrendet ösztönösen kívánjuk. Én például kb. 20 éve mindenhez salátát eszek. Nem tudtam egy csomó ideig, hogy miért. Egyszerűen csak rászoktam erre, és mindenhez. És most már tudom egy pár éve. Van ennek oka is, nem így csak van. Az ízlésed. Így van. De érdekes, de alapvetően ezt nem egy endokrinológussal kellene megnézni, aki a hormonháztartásunkkal foglalkozik? Hát bárkivel megnézhetjük, tehát magunknak is megnézettethetjük. Ez egy azért gondolom, hogy fontosnak. Én például van egy fiam, és hogy ő is örökölte ezt, és hogy én arra bátorítom, hogy milyen életmódi dolgokat vezessen be magánál, mert ugye a génjeink azok, ugye ezzel születünk, ezzel nem tudunk mit csinálni, de viszont az életmódunk az sokkal jobban befolyásol, mint a gén. Tehát ezzel felül tudjuk írni azt a programot kvázi, amit kaptunk. Tehát nem kell senkinek se kétségbe esnie, hogyha ilyene van, de jó, ha tud róla, mert akkor tud tenni ellene. Tehát annyi allergia van mostanában, az minden ehhez az úgynevezett hisztamin nevű anyaghoz kapcsolódik, és hát ott is, hogyha tudjuk, hogy milyen enzimünk működik lassabban, akkor gyakorlatilag tudunk tenni ellene, hogy ne legyenek allergiáink. Én azt tapasztalom nálad, kíváncsi vagyok, hogy erre mit fogsz mondani, megerősített vagy inkább rácáfolsz, hogy te nem fogsz nekünk konkrét vitamint mondani, céget, hogy mit szedjünk, melyiktől, hanem inkább ránk fogod bízni, olvasókra, hallgatókra, nézőkre, hogy már pedig igenis szálljuk rá azt az energiát, hogy tudatosan ezen infóknak a tudatában léve olvassuk végig, nézzük végig, hogy mely vitaminban mi van, és aztán mi magunk döntsük el, így a felelősség nálunk marad, hogy mi az, amit mi szedjünk. Egyértelmű. Tehát, hogy én azt hiszem, hogy ezt nem is lehet máshogy csinálni. Hát azért jó páran csinálják máshogy, és azért én kíváncsi lennék, nem akarok személyeskedni, meg bulvárba se elmenni, de szerintem ez egy jogos kérdés, hallgatva ezt a műsort vagy nézve, hogy neked mi ez ügyben a motivációd? Nyilván nekem van érdekeltségem ebben az egészben, tehát én is már jó pár éve formulázok különböző termékeket, de ugyanolyan műszaki elvek mentén, mint amiről beszélek. De a lényeg az, hogy mindenki magának próbálja megtalálni azt, ami számára megfelelő, és a saját tapasztalat az mindennél fontosabb. Tehát én azt hiszem, hogy egy egészséges kétkedés az a normális, és senki ne higgyel azt sem, amit én mondok. Nézzen utána meg, amit ő tapasztal. Ez tök jó volt, még az előző kis részünkben mondtad, hogy ha szedünk mondjuk egy multivitamint, még egy utolsó zöngére bedobva ezt a multivitamin kérdést, és nem érzünk semmit mondjuk fél év után, akkor érdemes talán váltani, vagy megpróbálni valami más, vagy egyáltalán utána nézni, hogy a megfelelő anyagok benne vannak-e ebben a multivitaminban. Mi az, amit kéne éreznünk? Hát például azt, hogy jobban alszunk, hogy az immunrendszerünk mondjuk ellenállóbb, tehát egyszerűen jobban kell éreznünk magunkat, energikusabbnak, ugye ez a fáradékonyság, ez egy teljesen klasszikus probléma, az alvással is folyamatosan problémánk vannak, ugye itt zárójelbe csak hogy egy olyan ajánlást, hogy a magnézium az rendkívül jó hatással van arra, hogy jól aludjunk, és van egy glicin nevű aminosav, ami szintén nagyon jó hatással van arra, hogy elaludjunk, és hogyha van a kettőnek egy közös vegyülete, ez a magnézium glicinát, ez meg aztán pláne. Tehát én speciál 4 kapszulát szedek esténként, és tök jól alszok tőle. Tehát az étrend kiegészítőket, hogyha egy kicsit megtanuljuk, hogy mikor mit érdemes használni, akkor ezeket nem feltétlenül folyton,
hanem akkor, amikor szükségünk van rá. Tehát mondok egy gyakorlati példát, ha elmegyek sörözni a barátaimmal, akkor tudom, hogy az alkohol az a B-vitaminokat kiüríti a szervezetből. Tudom, hogy ez a kocsmai szleng, hogy azért igyál sört, mert tele van B-vitaminnal, de ez egy féligazság, mert gyakorlatilag az alkohollal kifejezetten deficitre teszünk szert, tehát pont, hogy kiüríti a B-vitaminokat, és akkor másnap reggel az ember beszed valamilyen aktív formájú B-vitaminokat, hogy ne rabolja le a szervezete egyéb készleteit. Ezek azonnal fognak hasznosulni, és akkor gyakorlatilag rendben vagyunk. Szóval így kellene használni a multivitaminoknál is, nem kell fél évet várni, hogyha valaki utána akar nézni, akkor egyből utána tud nézni, de egyébként ezeknek egy hónapon belül abszolút működnie kell, hogyha tényleg minőségét szed valaki. Akkor viszont itt meg is ragadnám ezt az alkalmat, mert a felelősség akkor onnantól kezdve viszont, hogy mi megnézzük, hogy mely vitaminokat szedjünk, az a miénk, az egy dolog, és mondjuk megtaláltuk a megfelelő vitaminokat megfelelő gyártóktól, cégektől, stb. Oké, ez megvan. Viszont arra én soha életemben sehol nem találtam még választ, hogy mely vitaminokat, milyen rendszerességgel, hogyan kellene szednünk, mert hogy az nyilván nem működik, te is mondtad az előbb, hogy folyamatosan szedünk mind a nem tudom hány vitaminból, amíg van, meg hatóanyagból, meg stb.-ből. Tehát akkor erre mondjuk mit tudnál mondani, hogy mely vitaminokat, mikor, milyen rendszerességgel, hogyan lehetne érdemes szedni? Hát elvileg, hogyha van egy lelkiismeretes gyártó, akkor ezt közli. Aha. Hogyha nincs erről információ valami miatt, akkor én ezt úgy szokták hívni ezt, hogy pulzálás. Tehát én például sokszor úgy szedek dolgokat, hogy hétköznap szedem, hétvégén nem. Uh-huh. Vagy utána, ha beszedtem egy flakonnal, akkor utána hagyok egy-két hónap szünetet. Ez attól függ tényleg, hogy milyen az életforma, mert ugye mindig a környezet van hatással ránk, nekünk pedig rugalmasan kell a környezet változásaira reagálni. Úgyhogy, ha egy nagyon stresszes időszak van, akkor igenis sok magnézium. De hogyha eljön az őszi, fogalmazzunk így, hogy vírus szezon, amikor mindenki attól aggódik, hogy beteg lesz, vagy a gyereke beteg lesz, akkor nyilván a D-vitamin az előtérbe kerül, és hát a D-vitamin, hogyha már itt vagyunk, és gyakorlati példát lehet mondani, a D-vitaminnál az egy rendkívül olcsó, gyártói szempontból rendkívül olcsó alapanyagnak tekinthető, ezért senki nem szokott rajta spórolni. Én is azt szoktam mondani, hogy a D-vitaminból a legolcsóbbat kell megvenni, ami van. Viszont rendkívül fontos, hogy a D-vitamin mellett legyen K2 vitamin. Hogy egy termékben van mindez, vagy külön veszi meg valaki, az gyakorlatilag mindegy, de az a lényege, hogyha a D-vitamin aktivál olyan fehérjéket, amelyek a kálciumot szállítják, és hogyha nincs elég K2 vitaminunk, akkor az artériákba kerül lerakásra a kálcium. Tehát ezzel gyakorlatilag az érelmeszesedést gyorsítjuk magunkban. Úgyhogy rendkívül fontos a K2 vitamin, nagyon fontos, K2, nem K1, K2. Csak ez elképesztő drága, ezért kimaradt a termékek döntő többségéből, és itt jön a gyártói nem túl felelősségteljes viselkedés. De a gyártók ezzel ráhárítják a fogyasztókra a felelősséget, hogy hát én ráírtam mondván, hogy mi van benne, a fogyasztónak a felelősség, hogy felismeri, hogy mire van szüksége. Egyébként még a D-vitamin az egy utolsó gondolat, a D-vitamin aktiválásában a magnéziumnak rendkívül fontos szerepe van, úgyhogy ha valaki D-vitamint pótol, mondjuk ősszel, akkor még egyszer nézze meg, hogy a D-vitaminból szerintem legyen meg a maximális, ez a 4000 nemzetközi egység per nap, ez egyszerű ilyet találni, legyen K2 vitaminból legalább 75 mikrogram, de inkább mondjuk 100, legyen egy pici A-vitamin és magnézium, sok magnézium, tehát a mai nyugatias modernitásban magnézium, 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 ez az én veszőparipám. Na de mondjuk milligramban mennyit mondanál a magnéziumban? Magnéziumból minél többet. Tehát hogy tudom, hogy a jogi szabályozás azt mondja, hogy 250 mg, azt hiszem, vagy 270 ez a max. Naponta aha. Igen, én mondjuk 800-at szedek. Nincs túladagolás, tehát ugye a vízoldékonyaknál ez abszolút nem probléma. Mindenkinek érdemes megtapasztalni azt, hogyha többet vesz be. És ugye még egy apróság, de ez egy technikai, illetve gyakorlati. Ne azt nézze senki a címkéken, hogy a magnézium vegyületnek mi a tömege, mert ugye a magnézium ilyen, hogy magnéziumpótlás, ez egy féligazság, mert magnéziumot valamilyen vegyület formájában tudunk. A magnézium olyan nem stabil, tehát ahhoz valamit hozzá kell passzintani. Mondok erre is
rossz meg jó példát. Hogyha egy oxigénnel stabilizáljuk a magnézium iont, akkor ez a szervezetbe bejutva szétesik magnézium ionra, ami nagyon jó a szervezetünknek, és kapunk egy reaktív oxigén gyököt. Ez nagyon rossz a szervezetünknek, mert az aranyárban mért antioxidáns rendszerünket szépen leköti, mert az oxigén gyököt semlegesítenie kell a szervezetnek. Ez egy rendkívül rossz forma, amiért mégis nagyon sok termékben ez van, mert az elemi magnézium tartalma a magnézium oxid vegyületnek az 60%, tehát keveset kell belül adni, és rendkívül olcsó. Viszont rendkívül gyenge a biohasznosulása, és még kárt is okozunk. Hogyha viszont mondjuk magnézium glicin aminosavval alkotott vegyületét használjuk, ahogy a glicin egy nyugtató hatású, tehát este például nagyon jó ilyet szedni, akkor a magnézium ion is nagyon hatékony és kedvező a szervezetünkre, és a két glicin aminosavat is kapunk, ami szintén nagyon kedvező a szervezetünk működésére vonatkozóan. Tehát lehet ezt jól csinálni, és nem azért aranyárában vannak ezek a dolgok. Egyszerűen azt hiszem, a fogyasztóknak kell kikényszeríteniük, hogy a gyártói hozzáállás változzon. Akkor végül is így ennek végszóra mit mondanál, hogy a magnéziumnál akkor mire érdemes figyelni, hogy milyen típusút szedjünk? Magnéziumnál az a lényeg az egésznek, hogy van mindig egy másodlagos hatás is, mert a magnéziumból sokat szedünk, és hogy nézzük meg, hogy a másodlagos hatás biztosító molekula rész az mi. Mondok példát, hogyha valaki több energiát szeretne, akkor például a magnézium citrát az egy jó forma lehet, vagy a magnézium malát, ugye ez a malát az almasavval képzett vegyülete a magnéziumnak, viszont mondjuk a citrátnál az egy kifejezett probléma, hogy könnyen hasmenést okoz. Tehát jellemzően a napi magnézium bevitelt nem jó citrátból, de ez egyéni érzékenység, lehet, hogy valakinek ez tökéletesen működik. Azt válassza, ami neki jó. Hogyha valaki a szív és érrendszer egészségét szeretné egy kicsit így felturbózni, akkor annak az orotát forma jól működik. Ennek egyébként az a hátránya, ez rendkívül drága lesz, mert hogy be kéne venni a hatékony magnézium pótláshoz legalább szerintem 10 kapszulát, vagy még többet. Mert az orotát az egy nagy molekula, a magnézium ilyen egy kicsi, ezért csak a magnézium orotát, magnézium tartalma azt olyan 7% körüli. Tehát ahhoz nagyon sokat kell bevennünk, hogy meglegyen a magnézium forrás. Na most hallottunk rengeteg anyagot, nyomelemet, meg sok-sok vitamint, és ugye azért, hogyha valaki teljesen vitaminszűz, mert biztos ilyenek is vannak a hallgatóink között, akkor azért megijedhetnek erről, hogy micsoda 8 bogyó, meg esténként még 6, meg atya úristen, hogy egy icipicit elveszem tőled most a laserpointert, és csak annyi, mindjárt visszaadom, és azért azt, hogy mondjuk ki, mert szerintem ez tök fontos, hogy van ez ADEK, mint legfontosabb, ugye ez ilyen raktározódó vitaminok, ha jól mondom, és ugye az összes többi B-k, meg C-k, meg nem tudom mik, azok meg ugye folyamatosan ki is mennek a szervezetből. Tehát ezekről beszélsz, amiből 8-akat kell venni, meg nem tudom, mert lehet. Vízoldékonyak. És kell is, ugye? Igen. Tehát ez nem kettő megijedni, hogy ez nem olyan, mint egy marék gyógyszer a nagymamánál sajnos legtöbbször, hogy ennyit be kell venni, hanem ez tök normális, hogy ezeket pótolni kell. Igen, jellemzően azért a termékekben arra figyelnek. Tehát egy gyártó sem akar egészségügyi kárt okozni, úgy legalábbis nem, hogy közvetlenül hozzá köthető legyen. Hosszú távon persze kialakulnak problémák, hogyha valaki rossz minőségű dolgokat szed, tehát hogyha valaki olyan multivitamint szed, ami egy bogyóból áll, akkor az gyanakodjon, hogy az a legalja. De az egy bogyó az azt jelenti, hogy egyfajta, vagy hogy több darab ugyanabból? Egy darabból áll mondjuk, tehát egy kapszula vagy egy tabletta, mert hogy ugye fizikai helyet is elfoglalnak ezek az anyagok, és itt két fő megfontolás van gyártói szempontból. Első körben az marad ki, ami drága, önköltség, nyilván ezt a fogyasztók nem tudják. A másik meg az, ami sok fizikai helyet foglal el. Például a magnézium, mert hogy a magnéziumra nem figyelnek annyira a fogyasztók. Egyébként érdekes, mert a kálciumra figyelnek a fogyasztók, de én pedig azt mondom, hogy a kálciumot az esetek 98%-ában teljesen fölösleges pótolni, sőt, a kálcium lerontja más mikrotápanyagok felszívódását. Mert ugye minden gyártó csak arról szokott beszélni, hogy minden szinergiában, ugye egymást felerősítően működik, na de hát a természetben valójában egymást kioltó hatások is vannak. Tehát például a cink és a rézők nem szeretik egymást, vagy a kálcium és a magnézium, tehát vannak ilyen termékek, kálcium egybe csomagolva magnéziummal. Na, az összes az semmire se alkalmas, mert ez a kálcium transport az priorizált, és a kálcium az mindig
kvázi kinyírja a magnéziumnak a felszívódását. Értelmetlen ilyen terméket szedni. Tehát aki iszik rendesen vizet, az elég kálciumot visz be. Nyilván a veszélyeztetett 55 pluszos hölgyeknél megfontolandó, de ott se feltétlenül. Tehát ez az egész kálcium hisztéz a tejiparnak a bereklámozott dolga, amivel én abszolút nem értek egyet szakmailag. Igen. Hát itt az önjelölt helyi Oppenheimerként én bedobnék egy bombát. Bocsánat, de muszáj vagyok. Van ez az oldal is, amit te mondtál, vitamininfo.hu. Vitaminkötőjelinfo.hu. Nagyon jó, hogy csekkoltam is a szünetben. Tényleg segítséget adhat az értelmezésben feltétlenül. De mi van akkor, és hát én ezen most gondolkodom egy ideje, hogy oké, rá van írva valami arra a dobozra, meg a papírra. De abba az mennyire lehetünk abban biztosak, hogy az is van benne a kapszulában, vagy a tablettában. Mert hogy a táplálék kiegészítő kiparágában tudomásom szerint Magyarországon azért nagyon csekély az ellenőrzés. Ez így van, tehát semennyire nem lehetsz biztos abban, hogy az van ráírva. Hát erre szívesen adnék jó tanácsot, de nem tudok röviden semmiképp. Egyszerűen megkerülhetetlen, hogy az adott céget valamilyen szempontból megvizsgálni. Tehát, hogy nyilván azért vannak olyan jelek, hogy ki mekkora csibész, de hogy ez egy nagyon nehéz, tehát hogy bizalom nélkül nem megy. Tehát elég, ha azt mondom, hogy a cégek elsöprő többség azt se tudja, hogy mit vesz. Tehát csak bízik abban, hogy az érkezett, amit majd a nyersanyag. Igen, a nyersanyag. Tehát ugye különböző étrendkiegészítő gyártó, alapanyaggyártók vannak. A vitaminokat Európából jellemzően egyébként két nagy cégtől lehet vásárolni. Ez, én azt gondolom, hogy ez megbízható forrás. De az, aki az Alibabáról rendel ilyen mindenféle gumicukrokat, meg ezért, azt semmit nem lehet tudni. Akkor talán, hogyha utána nézünk egy cégnek, az lehet segítség a bizalom kiépítésében, hogyha saját gyártósora van nyersanyag ügyben, vagy legalábbis... Én azt gondolom, hogy mindenképpen, de ugye erre az szokott lenni a kicsit fogalmazunk így, hogy állarc, hogy minden forgalmazó cég gyártónak adja ki magát. Aha. De ezt igazából tudom, hogy bonyolult és macera, de hogyha valaki belenéz a nyilvánosan elérhető cégadatokba, ott látja például, hogy mekkora tőke áll gépekben. És hogyha gépekben pár millió forint áll csak egy cégnél, ő biztos, hogy nincs gyártósora. Tehát őt nem tudjuk, hogy honnan szerzi be és mit csinál. Uh-huh. De természetesen a színfalak előterében ezek a cégek fognak a legjobban kukorékolni, hogy a kutatásfejlesztés oltárán áldoznak minden nap. De ezeket illik kávéházi óvatossága kezelni. Kávéházi óvatossága. És ahogy mondtad, Bendegúzára térjünk már vissza, ugye jön az iskola. Igen, tehát itt a gyerekvitaminok is egy jó alap, ha már így mondott, hogy mindenféle gumicukrokat, mert azért ilyeneket szoktam látni én is, hogy így gumicukor formájában viszik be a vitamint, ami valahogy az én fejemben nem fér össze, de lehet, hogy ez jó vagy nem. Szóval milyen helyzet a gyerekvitaminokkal? Ugye gyerekekkel nekem, tehát a gyerekeknek több magnéziumra van szüksége, mint a felnőtteknek. Így kezdődik. Tehát mivel a magnézium sok térfogatot foglal el, hogyha jók lennének ezek a gumivitaminok, akkor 15-öt kellene belőle bevenni. Oh. De nem ez az alapprobléma. Az alapprobléma szerintem, és itt gyakorlatilag mindenre választ adok, azt hiszem, hogy ezeknek a gumivitaminoknak a gyártási hőmérséklete olyan 120 Celsius fok, a vitaminok bomlási hőmérséklete pedig 50. Úgyhogy még az is, ami benne van, annak is már jelentős része, ugye hőbomlás szenved, mire odaér. Tehát ezek a placebo kategóriába esnek. Legalább finom. Igen, és azt hozzátenném, hogy körülbelül 50% a cukor. És nagyon alattomos ez a maltodextrin nevű cukor, mert ugye ez nagyobb inzulinválaszt ad a szervezetünk erre a cukorra, mint egy gyümölcscukor, tehát ez egy nagyobb probléma, és kevésbé édes, mint a gyümölcscukor. Úgyhogy ha valaki hosszú időn keresztül eteti a gyerekeit, akkor ott számolhat inzulinrezisztencia előszobájával, stb. Szerintem ez egy rossz vonal, mert hogy senki sem akar rosszat a gyerekeinek. Úgyhogy de egyébként akkor beszéljünk a jó részéről, mert hogy vannak olyan gyerekvitaminos is, amelyek jók. Tehát, hogy ezeket érdemes megnézni, hogy nyilván a gyerekeknél az íz számít, de hogy van több olyan kapszulás forma is, ahol jó minőségű anyagok vannak. Mindenki nézze meg, hogy van-e benne magnézium. Ha van benne magnézium, akkor már ez egy nulladik lépés, hogy a gyártó jót szeretett volna. Tehát, hogy ilyen egyszerű dolgokkal nem jót szeretne. Tehát, hogy
hogyha erről, tehát egy multivitaminnak nem csúcs dolgokat kell megoldani, ott az alap dolgokat kell jó minőségbe hozni. Amit nem tudunk megenni a mindennapokban, mert hogy egyszerűen annyi banánt kéne megenni, annyi citromot kéne megenni, annyi, hogy őrület, meg még az sem lehet, hogy elég, akkor legalább ezt pótolni tudjuk egy jó... Persze, mert nem tudjuk rá, hogy a citromot milyen növényvédőszerrel kezelt, meg a banánt, és akkor itt megérkeztünk egy körforgásba. Igen, mert ugye ez volt az alapvetésünk, amikor beszélgettünk a Bendegúzzal talán tegnap, hogy na, majd akkor Szabolcs jön, és akkor segít nekünk ezügyben, és átbeszéljük, hogy én nekem az volt az első gondolatom, hogy itt a vívő, meg a körülötte lévő rostanyagrendszer mennyire fontos a vitamin bevételében, és ugye itt volt is egy kis vitánk, hogy akkor minden vitamin ugyanolyan vitamine, de nem ebből a szempontból, ahogy te most behozod, hanem mondjuk a citromban lévő vitamin az ugyanaz-e, mint amit a laboratóriumban elállítunk, és én azt mondtam, hogy igen, csak talán nincs a körülötte lévő infrastruktúra érz jól rostrendszer, rostanyagok, hogy ez fel is szívódjon. Tévedek? Nem, hanem igen, tehát jól mondtad, a lényeg az az, hogy ugye nagy mennyiségben aszkorbinsavat elő tudunk állítani, igen, nem, de az aszkorbinsav nem ad teljes hatást. Teljes hatást, ha különböző, ami a citromban is ott vannak, a különböző flavonoidok, ha ezek ott vannak mellette, de egyébként ezt lehet szintetikusan is össze lehet rakni, hogy kedvező, elérhető ár legyen a végén. Szóval ez egy teljesen működik, tehát a C-vitaminnál, hogyha valakinek nincs elég pénz, akkor vegye nyugodtan az aszkorbinsavat. A gyógyszertárban lehet is, az hiszem. Bárhol lehet. Annyi, hogy az aszkorbinsav az például a multivitaminoknál okoz problémát, mert ez egy ilyen faromúci dolog, hogy bomlási reakciókat katalizál. Az azt jelenti, hogy a vitaminok mellette mondjuk a B-vitaminok elbomlanak, hogyha aszkorbinsav van benne. Erre is van megoldás, csak ez egy kifinomultabb, a gyártók ezzel nem szoktak foglalkozni, de visszatérve a C-vitaminra, lehet teljesebb hatású C-vitamint szedni, és hogyha nyilván valakinek ősszel erre van szükség, akkor keressen olyanokat, ahol vannak különböző ilyen polifenol, kvercetin, rutin, így hívják ezeket az anyagokat. Én még egy pillanatra visszakapcsolódnék a gyerekvitaminokhoz, ha már ugye a gumicukrot ugye felemlegettük, hogy én azt hallottam, nagyon kíváncsi vagyok, hogy erre te mit tudsz mondani, hogy a zselatin az amúgy egy kedvező hatású dolog is tud lenni. Hogy ez így mennyire állja meg a helyét? Teljesen. Tehát ez egy kifejezetten jó. Tehát, hogy a mai kor emberének a táplálkozásában az egyik probléma az, hogy nem esszük meg az állatot a fülétől a farkáig. Kollagén hiányzik. Így van. Így van. Tehát ugye a zselatinból állítják elő a kollagént. És... nagyon jó lenne olyan állati alkatrészeket fogyasztani, amelyek kollagénben dobcsak, jó zsírosak. Tehát a kollagénből a zselatint. Nem. Zselatinból a kollagént, igen. Oké. Tehát az ipari előállítás, az úgy történik, hogy először a zselatin, és akkor utána a hidrolizációnak hívják, és utána a kollagén, és akkor így gyakorlatilag ugye a kollagén, az aminosavak vannak egymás után kapcsolva, sok kapcsolódva. Tehát ezt hívjuk kollagénnek. Ez egy másik érdekes téma, mert hogy az ipari állattartás az szintén bezavar az ember hormonháztartásába, és nem pozitív irányba, mert hogy az állatok rendkívül sok antibiotikumot, meg mindenféle gyógyszereket kapnak. Ha belegondolok, az én gyerekkoromban nem volt ekkora csirkemell, mint most, amit tudok venni. Tehát, hogy a tenyerem méretű, ez teljesen elképzelhetetlen. Hát ez mind különböző mesterséges megoldásoknak az eredménye, amit utána a szervezetemnek ki kell takarítania magából. Na most elmehetnénk aztán itt az állattartás meg a veganizmus irányába is, de erre biztos már nem lesz idő, pedig ott is biztos, hogy izgalmas dolgok jönnének, de még egy dolgot szerintem érdemes bedobni, én szeretném megkérdezni, és az a D-vitamin. Jön az ősz, jellemzően azt halljuk, hogy ha napsütés van, mint nyáron, akkor ez kevésbé fontos, és akkor akár nem is kell pótolni, szedni, mert az a nap megoldja. Évközben meg, amikor sokkal felhősebb, rosszabb az idő, akkor meg kell. Te erről mit gondolsz egyébként? Mert én például egész évben szedek D-vitamint. Nyilván ez attól függ, hogy milyen egyéb kihívások előtt van a szervezeted, vagy mit élsz át. Ugye a D-vitaminnak rendkívül sok funkciója van, szerintem egy nagyon jó anyag, én is folyamatosan szedem. A kulcs a D-vitaminnál, ugye amit említettem, a magnézium, igen, meg a K2. K2. Így van, de hogy de én, sem lehet, igen. Én nagy D-vitamin rajongó vagyok. Igen, tehát nem lehet az, hogy túl adagolod magadnak, és akkor D-vitamin mérgezésben. Hát... ugye túl lehet adagolni a D-vitamint, de ahhoz óriási dózisok kellenek. Tehát, hogyha én például valami miatt
megfáztam, vagy megfázásos tüneteket tapasztalok, akkor a D-vitamin, ugye 4000 nemzetközi egység a törvényileg engedett maximum, én simán felviszem magamnak 20 000-re, uh-huh. vagy 25-re a következő mondjuk 2 napig, és akkor utána vége, mintha elvágták volna ezt az egész tünet együttest. Tehát, hogyha egy kicsit utána bogarászik mindenki, akkor rendkívül jó hatásokat lehet elérni, mert hogy az antibiotikumoknak a használatnak minden, ezek annyi problémát okoznak a szervezetünknek, hogy szerintem megéri egészben nézni és természetes megoldásokkal. A csodát úgyis a szervezetünk végzi. Csak adjuk meg nekem, mire szüksége van. Nekem ez ilyen szempontból egy kicsit mottóm is. Tökéletes zárszó, úgyhogy nagyon szépen köszönjük, hogy ellátogattál hozzánk. Köszönöm, és nagyon sok fogózkodó pontot adtál nekünk. A kedves hallgatóknak, nézőknek meg csak tényleg azt tudjuk mondani, hogy nézzétek meg, olvassátok a Vitaminipart. Most mi is ezt fogjuk tenni szerintem ezek után, hogy így még több ilyen fogózkodó pontot tanásunk. Neked pedig hát nagyon sok sikert kívánunk még abban, hogy ezt a missziót, ezt kellő mértékben és mennyiségben tud eljutatni az emberekhez, úgyhogy nagyon, nagyon sok sikert is köszönöm szépen én is. Szervusztok.